Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban tártokat fogunk készíteni, amik lényegében kisméretű kis piték, nagyon helyesek és rendkívül divatosak, népszerűek, ami nem is csoda, hiszen ezeket a ropogós kis linzerkosárkákat olyan fantasztikus módon lehet elkészíteni és tölteni, tényleg csak a képzelet szab határt az ízek és a textúrák kombinációjának. Ebbe a kis világba szeretnélek titeket most egy kicsit így bevezetni, szeretnék elmondani pár hasznos tudnivalót, és ez lesz az a videó, amire majd mindig hivatkozni fogok a későbbi recepteknél, hiszen itt fogom nagyon-nagyon részletesen bemutatni, hogy hogyan készül ez az alap, ez a kis tart alap, mire kell odafigyelni, és ezt majd későbbiekben kevésbé fogom részletezni, úgyhogy próbálok így összesűríteni minden fontos tudnivalót. A munka során mindenféleképpen szükségünk lesz ilyen kis tart gyűrűkre. Ezek ekkora kis 8-10 cm átmérőjű műanyag vagy fém kis perforált gyűrűk. Lyukacsok vannak az oldalán, ahogy látjátok, ez azért is fontos, hogy a tészta az kellő szellőzést kapjon, vagy hogy fogalmazzam, tehát hogy ne púposodjon fel, és ezért is ajánlott egyébként perforált sütőlemezen vagy sütőpapíron sütni. Ez egy ilyen szilikon készítmény, Silpatnak van azt hiszem ilyen terv. Nem olcsó, úgyhogy én nem is szereztem be. Sütőpapíron sütöm és egy kicsit fókuszálóval kiszúrom olyankor a pitének az alját, de majd ezt mutatni fogom. Lényegében egy linzerről beszélünk, ami egy kicsit speciálisabban készül. Több dologra kell úgymond odafigyelni, hogy ez tényleg úgy nézzen ki, ahogy elterveztük, valamint mandulaliszt is kell majd bele. Esetleg nincs otthon mandulalisztetek, nyugodtan váltsátok ki sima búzalisztre, azt a mennyiséget, hasonló eredményt tudtok elérni. Fontos betartanunk a hőmérsékleteket, eleve érdemes hűvösebb helyiségben, nem a legnagyobb kánikulában nekiáll, hiszen olyankor nagyon könnyen olvadni kezd a tészta, legalábbis a vaj, ami benne van. Többször fogjuk hűteni, pihentetni, valamint fagyasztani ezt a tésztát, mert nem csak az a lényeg, hogy finom legyen, hanem hogy maximálisan visszaadja azt a kis formát, amit adunk neki. Ez a célunk legalábbis a kellő roppanóság és omlóság elérése mellett. Egy könyvben olvastam, hogy a tartok készítéséhez forró szív és hideg kezek kellenek, tehát ahogy mondtam, röviden, gyorsan dolgozunk, hogy utána rögtön hűteni tudjuk a tésztát, amit később fagyasztott állapotban fogunk megsütni, ahogy mondtam, hogy megmaradjon a formája. A tartokat rendkívül sokféleképpen lehet tölteni, akár süthető töltelékkel, például a frangipánnal, ami egy vajas, tojásos, olajos magvas töltelék, de lehet különböző kulikkal, kompótokkal, gánásokkal, karamellkrémekkel, habosított dolgokkal, amit el tudtok képzelni. Szeretnék majd nektek több ötletet hozni, remélem, hogy majd sikerül ezt kivitelezni. A tárolásáról annyit érdemes tudni, hogy a kisült kis tart kosárkákat egy-két hétig jól záródó dobozban, szobahőmérsékleten, akár a kamrában, vagy valahol lehet tárolni. Töltött verzió az már nyilván más, attól függ, hogy mivel töltitek. Tehát amire szükségünk lesz még a karikákon kívül, egyébként ehhez majd a videó leírásában találtok linket, hogy honnan lehet jó áron beszerezni. Szükségünk lesz még egy éles késre, sütőpapírra, és azt hiszem ennyi, valamint egy nyújtófára is, hiszen majd nyújtani fogjuk a tésztánkat. Úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót, vágjunk bele a citromos áfonyás tartok elkészítésébe. Az elkészítéséhez szükségünk lesz 24 deka búza finomlisztre, 4 deka őrölt mandulára, 8 deka porcukorra, 1 egész tojásra és 12 deka hideg vajra, valamint egy csipet sóra. Az anyaghányadot természetesen most is megtaláljátok majd a videó leírásában. Az összes száraz hozzávalót a keverőgépemnek a tájába teszem, és ezzel a krémkeverő lapáttal fogom szépen összedolgozni, majd a hideg vajat hozzáteszem. Ha nincs ilyen gépetek, késes aprítóban is el lehet végezni ugyanezt, nagyon sok helyen láttam én is így, de ha az sincs, akkor egy késsel összevagdosni a hozzávalókat így együtt, majd így összegyúrni, mintha egy egyszerű sima linzertésztát készítenétek. Ezután ez a vajas morzsához hozzáadom a tojást, és egy szép elasztikus tésztává gyúrom. Összeállt a tésztánk, nagyon jó kis rugalmas és szép színe van, ezt most ki fogjuk nyújtani sütőpapír között, mégpedig a következő módon, tehát vesszük az egész tésztamennyiséget, nagyjából ketté osztjuk, majd mindkét tésztaadagot kettő sütőpapír között fogunk kinyújtani, nagyon szép vékonyra, körülbelül 2-2,5 mm-esre. Amint ezzel megvagyunk, helyezzük át a tésztalapot egy tepsire vagy egy vágódeszkára, és tegyük hűtőbe legalább 2-3 órára. A
tésztán kellő időt töltött a hűtőben, jól stabilizálódott, jól lehűlt, könnyű lesz vele a munka, és így elő is veszem ezeket a kis tárt gyűrűket, amikkel dolgozni fogunk. Ahogy azt említettem, ezek lehetnek fém vagy műanyag gyűrűk, ezeket több helyen be lehet szerezni, teszek majd a videó leírásába nektek linket, hogy hol tudjátok jó áron beszerezni. Tehát ebből a jól lehűtött tésztából ilyen kis karikákat szaggatunk, és egy másik sütőpapírra helyezzük, hiszen ezeket majd fagyasztóban fogjuk még egy darabig pihentetni. Ha elfogy a tészta, nyugodtan gyúrjuk össze a leeső darabokat. Én ezt szépen összegyúrtam, újra kinyújtottam, és fagyasztóba tettem 10 percre nagyjából. Ez kellő stabilitást, kellő lehűlést adott a tésztának, és ugyanúgy lehetett vele folytatni a munkát. Elkészültek a tártoknak az aljai, ahogy látjátok, egy sütőpapírra tettem és egy vágódeszkára, hiszen fagyasztóba fog még kerülni, de előtte kiveszem a hűtőből a másik tésztalapot. Nagy szükségünk lesz most egy éles késre, valamint egy vonalzóra, osszuk fel a tésztát, hogy elegendő csíkot kapjunk, és annyi a lényeg, hogy valamennyivel túllógjon a formán, azt a fölösleget pedig majd levágjuk róla. Vegyük elő a tártokat, és a jó hideg tésztacsíkokat ügyesen applikáljuk bele, gyorsan kell dolgoznunk, mert hogyha olvadozni kezd a tészta, akkor már nehezebb lesz vele a munka. Ügyesen, óvatosan, nem kell túlságosan nyomkodni, szépen illesszük bele, és ezután folytassuk a többivel. Ha a tésztát túl lágynak ítélitek, nyugodtan tegyétek pár percre a fagyasztóba, ez kellően megdermeszti ahhoz, hogy bátran és nyugodtan tudjátok folytatni vele a munkát. Ezután pedig előveszem azt a kis éles kést és levágom ezeket a fölösleges tésztadarabokat. És ha az összes kis tártot tökéletesre formáztuk, levágtuk minden kis fölösleges részét, így ebben a formában tegyük még fagyasztóba legalább 40 percre vagy egy órára, akár még többre is, ha úgy jön ki a lépés. Nagyon-nagyon fontos, hogy fagyasztott, fagyott módban kezdjük el sütni, így biztosan nem fog lecsúszni, deformálódni, ebben az állapotában fog megmaradni sütés után is, csak egy szép aranybarna színt kap mellé. Amennyiben nincsen speciális perforált sütőpapírotok és lemezetek, hanem hagyományos sütőpapíron sütitek, ahogy én is, fogpiszkálóval szúrjátok át egy picit a tártoknak az alját, így a gőz távozni tud, és nem fog fölpuposodni sütés közben. Tehát a tártokat előmelegített sütőben 160 fokon sütöttem, ez változó lehet a sütés ideje, körülbelül 20 perc vagy 25, annyi a lényeg, hogy szép aranybarna legyen. Elkészültek a tártok, gyönyörű barnák lettek, és ahogy látjátok, könnyen eltávolítható róluk ez a karika, csak le kell húzni, és már meg is vagyunk. Egy picit egyenletlen lett a felülete, tehát a szélének a felső része. Ezen nagyon-nagyon könnyen tudunk egy kicsit enyhíteni. Előveszek egy kézi sajtreszelőt, és egy picit lereszelem. Elkészültek a szépséges és illatos tártok, most megtöltjük őket. Egy adag lemonkördöt főztem, ehhez van már külön videó a csatornámon, most külön azt nem mutatnám be. Pontosan azt az adagot készítettem, amit a videóban is, majd hozzátettem 20 deka mascarpone sajtot, ezzel kicsit elkeverem egy kézi habverő segítségével. Az egészet egy habzsákba helyezem, aminek a végén egy sima cső van, de ez egyébként... Majd megtöltöm ezeket a kis tésztakosarakat a finom, könnyű citromos krémmel. Ezután egy kis díszítés gyanánt még 2 tojásfehérjéből és 120 g kristálycukorból svájci módszerrel készítettem egy kis habot. Sajnos nem lett olyan stabil, mint lennie kell, valószínűleg valami szennyeződés kerülhetett a dologba, de elmondom őszintén, már nem igazán volt időm ezen variálni. Szerettem volna most tényleg csak a tészta elkészítésére fókuszálni, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, ez most így sikerült. Ezután pedig szakács fákja vagy zsebsárkány helyett elővettem egy sima, nemzeti dohányboltban kapható vihargyújtót, amivel tökéletesen lehet karamellizálni ezeket a kis habcsókokat, és azt hiszem 800 forintba kerül, úgyhogy ezt tudom nektek is javasolni.
cukrászboltokban lehet kapni ilyen sima hideg jégzselét, ezt szokták cukrászdában is gyümölcsökhöz adni, ezzel szokták lekenni a tortán lévő gyümölcs, díszeket, dekorációkat, valamint sok más dologra is felhasználható. Még szerintem érdemes beszerezni, körülbelül 400 forintba kerül egy ilyen kis dobozzal. Egy kanálnyit hozzáteszek egy kis friss áfonyához, és ezekkel fogom díszíteni a kis citromos tártokat. Tojásabb lehetett volna valamivel stabilabb, de ez már így alakult. Ettől függetlenül nagyon finom lett ez a kis sütemény. Tényleg rendkívül ropogós, omlós, krémes, édes, savanykás egyszerre. Szerintem szeretni fogjátok. Hamarosan jövök még néhány tárt ötlettel. Őszi, valamint karácsonyi kiadásban. Remélem, hogy tetszett. Elég sok munkám volt vele, úgyhogy örülni fogok minden like-nak és hozzászólásnak. És ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sok érdekesség várható a közeljövőben. További szép napot és sok sikert kívánok nektek. Sziasztok!